Borzó Viktort, a KSK Delfin vízisportklub edzőjét köszöntöm a stúdióban. Kezdi csókolom. No, hát először is beszélgessünk magáról a vízisportklubról, aztán majd kitérünk az idei bajnokságra is, értelek, hogy pontosan hogy álltok a tabellán. A klub maga, megkérlek, hogy mutass be a vízisportklubot, mikor jött létre, illetőleg milyen céllal működik? 1999-ben jött létre a klub, 2000-es évektől kezdve folyamatosan indulunk bajnokságokba, ez mind utánpótlás. A régebbi években volt próbálkozás arra, hogy egy felnőtt csapat is OB2-be szerepelt, ez sajnos elmaradt így a mostani időkre, de az utánpótlás az folyamatosan működik. Jelenleg egy korosztállyal indultunk a Észak-Keleti Liga kupában, a tavalyi, meg az előző években ez két korosztály volt, most egy kicsit megcsappant a létszám, így csak egy korosztállyal tudtunk elindulni. Milyen korosztály játszik most a csapatban? 2003 és 2004-es születésűek játszanak most ebbe a csapatba. Van köztük egy kislány, mert vegyes csapattal is lehet indulni, aki 2002-es lányoknál máshogy van, tehát a fiatalabb fiúk között idősebb lányok is részt vehetnek a bajnokságban. Azt a minden, itt egy bátor nő akkor. Így van, bátor így van. Bátor lány, ennyi fiúval. És összesen hányan játszanak? Ugye azt elmondtad, hogy a csapatban egy csapatot indítottatok így most, van. De összesen a klubban hányan játszanak, hány gyerek játszik? Összesen most jelenleg 40 igazolt játékosunk van. A bajnokságban 13 fővel tudtunk most nevezni, akik már olyan szinten vannak, hogy teljesen vízbiztosak, egy mérkőzést le tudnak játszani, és ezt, mint ahogy a bajnokság állása most mutatja, elég eredményesen, mert jelenleg második a klub ebbe az Észak-Keleti Liga kupába. Nagyon szép eredményeket érünk el. Az idény elejéhez képest látszódik a fejlődés, az elvégzett munkának az eredménye. Még az idény elején elég szoros meccseket játszottunk a hozzánk hasonló csapatokkal, most ez az idény végére. Úgy látszik, hogy elhúztunk egy kicsit a saját mezőnyünktől, és így tudtuk tartani ezt a második helyet a bajnokságba. Milyen komolyabb meccsekre készültök most? Jelenleg ebből a bajnokságból még egy forduló van. Ez május 5-én lesz Monoron. Ott játszunk még az első helyezett Monorral, a Bujkasporttal, és még játszunk a Gyöngyössel. Ez a két mérkőzés vár ránk. Ezek kemény meccsek lesznek? Hogy látjátok? Sokat beszélgettem mostanában a tanítványokkal, és arra közös megállapodásra jutottunk, hogy mindenféleképp szeretnénk meglepetést okozni az utolsó fordulóba, és megpróbálni az első helyezett csapatot, a Bujkasportot egy váratlan sikerrel meglepni, tehát legyőzni őket, és még jelen pillanatban matematikai esély van az első helyre, de azt mondtam a srácoknak, hogy magukhoz képest hozzák a maximumot, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz a bajnokság végére. Én már ezzel a mostani eredménnyel is meg vagyok elégedve, és büszke vagyok a csapatra, amit elért. Akkor gondolom, nagyban zajlanak az edzések. Mit gondolsz a csapat mostani összetételéről? Mennyi a kiugró tehetség vízilabdázó? Van köztük tehetséges sportoló. Nem tudom, hogy a későbbiek folyamán mi az a szint, amit ők esetleg el tudnak érni. Folyamatosan próbálok velük beszélgetni, kinek mi a jövőbeli terve ezzel a sportággal, ki mit szeretne kihozni ebből az egészből. Vannak, akik komolyan veszik, vannak, akik kevésbé. Próbálok egy olyan egészséges aranyközéputat megtalálni, ami a hétköznapok mellett, az iskola mellett, a rengeteg teher mellett, ami ezekre a gyerekekre azért ráhárul, azért a sportba is egy olyan teljesítményt nyújtsanak, amire későbbiekben saját magukra, a csapattársaikra büszkék lehetnek. Ugye említetted, hogy beszélgettél a gyerekekkel. Van, aki esetleg kifejezetten hivatásos sportoló szeretne lenni? Tehát komolyabban szeretne ezzel foglalkozni, és akár komolyabb sportkarriert is befutni? Jelenleg nincsen ilyen gyerkőc. Ugye heti 3 edzést tartunk. Én úgy gondolom, hogy ez is az előttünk lévő feladatok egyike, hogy ezt a heti 3 edzést akár mindennapossá tegyük, és hogy felmérni ennek az igényét is, meg hogy a gyerekek mennyire terhelhetők, mennyire tudják esetleg a szülők mögé tenni ezt a
támogatást, hogy a mindennapi edzésekre lehordják a srácokat. Jelen pillanatban egy kicsit ugye az infrastruktúra nem a legkedvezőbb nekünk, mert eléggé késik az uszoda a város szélére. Ugye itt fiatalokról beszélünk, őket még szülői felügyelettel hordják a legtöbbjüket, és azért ezt a heti 3 alkalmat se egyszerű megoldani, ezzel is tisztában vagyunk. 2-2,5 órások az edzések, az esti időpontban. Mindenkitől ez áldozatot kíván, hogy a gyerekek lent legyenek edzésen. De hát akkor ezek szerint megéri, hiszen nagyon szép eredménnyel szerepelnek eddig a bajnokságban. Tartottatok utánpótlás toborzást is. Ezzel kapcsolatosan mi a tapasztalatod? Voltak érdeklődők, szép számmal, de ettől függetlenül még mindig várunk jelentkezőket, és még én úgy gondolom, hogy a jövőbe tervezni is fogunk ilyen toborzást. Tehát akár most is jelentkezhetnek, aki esetleg most kedvet kap, vagy már régóta szeretne mondjuk vízisportolni, akár most is jelentkezhet hozzátok, és megkezdheti mondjuk az edzéseket, és akár nyilván attól függően, hogy játszik, akár már jövőre is a csapatba állhat. Így van, természetesen edzésidőpontokban lehet engem és az edző kollégákat is nyugodtan keresni. Hétfőnként, szerdánként és csütörtökönként tartunk edzést. 7:30-tól hétfőn és szerdán, csütörtökön pedig 7:30-tól vannak az edzések. Ekkor edzés kezdetekor, vagy akár edzés közben is nyugodtan lehet minket keresni. Az edzéseket meg lehet tekinteni? Tehát ezek nyílt edzések egyébként? A jelenlegi edzések nem nyílt edzések. Most erre volt 2 alkalom, ami szórólapon is, az újságban is meg voltak hirdetve, az interneten is lehetett látni, hogy nyílt edzéseket tartunk, akkor szülők és gyerekek feljöhettek, a gyerekek akár ki is próbálhatták, megfoghatták a labdát, megnézhették a felszerelést, bejöhettek közénk a vízbe. Ilyet még tervezünk, erre jelenleg most nincs lehetőség, de bármikor bárki lejöhet, és akkor tudunk beszélgetni. Milyen korosztály jelentkezhet? Egészen a kisiskolás kortól én azt mondom, hogy egy 8 éves kor, ahonnan el kéne kezdeni az úszást, az úszás oktatás részét, és az a 11-12 éves kor, amire én úgy gondolom, hogy úszástudás is lesz olyan, hogy egy akár 2 órás edzést kibírjon, és onnantól kezdve 12 éves kortól már lehet bajnokságba indulni, akár kisebb korosztályba is. Ez létszámfüggő, és hogy a gyerekeknek a fejlődése hogy áll. Alapvetően ezt a sportot te kiknek ajánlanád? Ugye most kiderült, hogy lányok is nyugodtan jelentkezhetnek, hiszen így is van egy lány sportolótok. Van több is, mert a kisebb korosztályban, akik még nem indulnak ugye bajnokságba, ott is van 2 lány. Az egyik közülük nemrég jelentkezett, tehát a lányok részéről is van érdeklődés. Ha olyan mértékű leányzó jelentkezne, akár lánycsapatba is lehetne gondolkozni, de így vegyes korosztályként is tudunk bajnokságba indulni, ha... És teljesen zöggenőmentes az együttműködés? Hogy látod a lányok és a fiúk között? Teljesen. Nagyon baráti a hangulat. Én úgy gondolom, hogy nem csak az edzések során van ez a jól kialakult kapcsolat köztük, hanem akár edzések után, iskola után, nyáron én szoktam figyelni őket, és vannak ilyen összetartások, eljárnak egymáshoz. Tehát egy elég komoly baráti társaság. Így van. Ha már említetted a nyarat, most a nyáron várható-e valami a Delfin kapcsán? Úgy értem, hogy táborok, edzések, mit terveztek a nyára? Hát jelen pillanatban van az önkormányzattal, a város részéről egy komolyabb támogatás, hogyha fogalmazhatok így. Próbáljuk a sportot, ezt az egész barcikai vízilabdát egy kicsit visszahozni a köztudatba és fejleszteni. Jelen pillanatban még erről egyeztetünk, hogy a nyáron esetleg egy edzőtábor összetartásokat hogy tudjuk megoldani, hogy tudjuk megszervezni, de ezen vagyunk, hogy ezt valahogy megoldjuk, hogy a nyáron a gyerekek ebbe a nyári szünetbe, ebbe a 2-2,5 hónapba ne maradjanak víz és vízilabda nélkül. Az idei évre van még esetleg valami tervetek? Hát az utolsó fordulóra felkészülni, és ezt... Ez most a legfontosabb? Ez most jelen pillanatban igen a legfontosabb, és persze az, hogy a következő idénynek is úgy menjünk neki, hogy minél többen legyünk, és
akár, hogyha megy, akkor két csapattal is elinduljunk a bajnokságba. Na hát akkor mi mást kívánhatnék, mint hogy hajrá, akkor az utolsó mérkőzéshez, illetőleg hát reméljük, hogy minél többen kedvet kaptak és jelentkeznek hozzátok sportolni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.